nem? Japánul beszél a telefonon. Jó. Látod, ott már van közlekedés. Lehet, hogy ott jöttünk be a parkolóházba. Csak ott tudsz bejönni. Ott az alatt? Így van, ott jöttünk be a parkolóházba, föntről. Útnak a felénél tartunk, már mentünk 30-valahány percet. És még megyünk ugyanennyit. Szerintem elrabolna bárket. Itt egy hosszú híd. Híd volt a tenger felett, ami behozott ugye erre a szigetszerűre, illetve Velencének a ezen részére. Gyere! Gyere, rakd ki kisra a bocskot. Alright, ne fogdod? Ne fogjál meg? Te, nézd oda! Gyilkos akarsz lenni. Vagy már olyan jól éreztem magam. Hát. Kényelmesen. És jön erre, és így tízért bongóskodik. Nem bongóskodik. Vissza a kikötőhöz. Tudod? Hát az ott volt, mennyi tenger. Így van. Az utak a felénél tartunk. 75 perces hajókázás volt. És kijövünk mindjárt a nyílt tengerre, és megyünk vissza a kikötőbe, ami legalább egy olyan 20-25 perc. Ez nem olyan látványos, viszont a tengeren vagyunk teljesen csinti részen. Itt jöttünk be ezen. Vagyunk. De mint az előző videóban mondtam, fejenként 7 euró 50 cent.